Forza. Jó, azt mindjárt megnézzük. Kezdünk a szokásos pörgetéssel. Na, mit pörgetünk? Hoppá, 4 kiló. Lamborghini Diablo, azt a kurva, hát ezt eladjuk, bocsi. Nem kell, nincs rá szükségünk, kell a lóvé, kell a lóvé. Milyen fesztiványok van? Csillog a trafi paxoknál, jó, oké. Ezt addig megcsinálom. Ott van a beállítása. Hát akkor induljunk addig befele. Az M3 GTS. Jó megy a kis bömbi. Szívó, ha nem kerülne nekünk turbo, kompresszor, meg ilyenek, hagyjál már ezekkel. Na csá, na jössz, hogy mi van? Dik a gyászkoporsó megszólalt. Húzzá felfele, easy Discordra, az gyere. Addig melegítem az M3-at. Ja, ő is jön. Nem sokára, azt mondta. Az a baj, ilyen körötödikben nagyon kevés el, hogy a fiú. Húzza már felfel a Discordra. Discord itt bezavar, észre legyél. Tik. Észre vagyok, hát. Nem látod, hogy betartom a sebességkorlátozást, mindent. Kicsit túlcsúszott. Hú, betartom minden közlekedési szokást. Indexelni nem kell. Mert még kicsit betapad, akkor jó. Rukom a céges kamion. Ja, még Eurotrackozol, vagy mi?
Kicsit megöltem addig a hátsó gumikat. Meg izé van, bemutató esemény. A Ferrari 812 Superfast, a világ leggyorsabb hátsó kerekes autója. 640 lóerő, 6,5 feles V12, szívó motor. Még egyszer mondom, szívó motor. Nincs turbó, nincs kompresszor, van 12 darab hengered, és egy hátsó kerék hajtásod, és a világ leggyorsabb dupla kuplungos Form 1-es váltója. Ez a Ferrari többe kerül, mint az repülő. Merülöm, nem olyan izgalmas. De jó, hogy idegesítened kell. Úgy örülök neki. Csak direkt, hogy idegesítsem még jobban. Húzzál már! Várja a Ferrari. Rebdes baszod. Tehát nem tudod a Ferrari, hogy feldriftelsz az emelkedőn. Meg lehet csinálni. Mondjuk ezt szerintem bárki tudja teljesíteni, nem olyan nagy kihívás. Szuperszónikus a szupergyors ellen. Micsoda fordítás. Ó, baszki, nem kapcsolottam ki a zenét, megint meg tudja ezt a YouTube. Na mit pörgetünk? Na, valami jót pörgessünk. Na, jót.
Nem is sikerült a jó pörgetés. Picsába. Van egy sima pörgetésünk mondjuk. Na. Jól mint a semmi. Hát ez már GT4, mondjuk, az már mondjuk nekünk megvan, de... Sose lehet itt tudni a dolgokat. Évszakos PR mutatványok. 2.18. 2.25? Anyád! Kettő 25-öt kell menni? Lehet, hogy még az F12 TDF is kevés lesz, baszod. Ez nagyon durva eredmény. Hozzuk a Ferrari-t. Igazán szoktuk csinálni izéket. Évszakos eseményeket. TDF. Igen, X99. Ó, baszki. Na, vissza Ferrari, 12 TDR, mehet. Kicsit még gyorsba a Verdát. És akkor megyünk. Évszakos teljesítve. 308 métert kell ugratni. Simán meg lesz a piskóta. Sebesség zonát, azt nem tudom, hogy lesz meg. Azt fogalmam nincs. Ó, azt tudom melyik. Ilyen büdös francból kell neki ugrakszkodni. Na, ez is megvan, összejött ez. Innen kéne megcsinálni, és akkor innen mennénk arra fel. Megnézzük, hogy innen sikerülni fog-e, vagy nem. Elsőre, érted? Elsőre. Na, ezt már szeretem, érted? Semmi cumizás, minden elsőre. Halló? Oh, hello. Csá. Na, tegnap mi jött össze? Este el kellett menni izéért, Verdáért, ezt elhúzódott.
cuccos, de Form 1 Monakóba második helyre kvalifikáltam magam, a rajtnál Verstappen megelőzött engem meg Vettelt, utána megelőztem nagy nehezen Vettelt, és aztán Verstappent is legyőztem. Uh-huh. Úgyhogy Ferrari megy szépen az élre. Menetelünk szépen a dolgok felé. Na, tök jó volt a tegnap esti Forza. Hát az most sajnos így jött ki. Ja, jó szar volt. Na már azért csapatjuk el, legjobb majd Robika is, meg Gergők is, meg mit tudom én, mit csinálnak. Uh-huh. Remélem ide találnak. Jó, bocsém. Meg lehet szerezni a Mercedes-Benz GT4-et egyébként. Mm. A próbába, a nagy cumizósba. Uh-huh. Annyi érdekes autó van egyébként. Másúgy nincs semmi. Jobb Verda, újabb vagy valami, semmi nincsen. Így eseget az eső. Csak úgy lazába. Csak mondtam nekik, hogy mondom 8 környékétől akkor kezdünk. Azt ahhoz képest meg sehol nincsenek. Hát... biztos elbújtak. Én jó, nem zavar, csak 9-re jönnek, szóval... aukciós házat akarom megnézni. Mindjárt jövök. Jó van, csak nyugodtan. Nem ennyire adjátok. 8 millió? Hát ti normálisak vagytok ember, meg 20 millió. 8 millió az a GTS-ér. Hát ezek hülyék. Ezek se lesznek már normálisak, hát annyi pénzt az élben nem adnék érte. Jó. Ezért nézzük meg. Nekem a másik oldalról. De 350-ben van még egy. És SLK. E63. 4 millió. 3,3 milliót kérnek érte? Az komoly. Ez sok sikert nekik annyi pénzért. Sok sikert. Nézzük a legritkább autókat. Na. Mik vannak? Hát ez nagyon ritka. Hát ez az M6, ezzel minden nap találkozunk. Gyula Quadrofiglio és minden nap találkozunk. Vulcan, ez sem nagy szám. Inkább a kutyának nem kell annyi pénzért. 20 millió sok sikert. Quattro, azt ismerjük. Semmi jó verde nincs eladva. Ez a Volkswagen módban az összes megvan. TTS. Ez melyik TTS? Ja, ez. De arra van rendőrségi festés, tudtam már, de nem vagyok benne biztos. Megnézzük. És rájön, hogy többiek baszakodnak. TTS. Csinálj bele egy TTR-est. Fejlesztés. Egyedi fejlesztés. Versenygyújtás, versenyszelep vezérlés, versenyszelepek,
Versenymotorzók, versenydugattyúk, versenyturbó, versenyolajhűtés. Sportfékek. Mindjárt teszünk be egy kis súlycsökkentést, az is legyen benne. Versenykuplunk, versenyváltó, versenyhajtáslánc, versenydifi. Kettő nyolcadat, bepattintjuk. Kg és 1100 kg azért az nem rossz párosítás azért. Arra már azt mondja az ember, hogy az nem megy. Felnézünk izére, cuccra, Twitchre ráne kuksizunk. Festések, új dizájnok keresése, Red Bull, nem, nem kell fekete, nem kell matt, keresés, ó, vicce. Na. Mit hoz ki rá? Forza Rivalry. Keresés. Jelenlegi pocsi. Rend. Hol járunk mi? Te jó baszki, ez meg az a szinkronizálással fog most szütyögni. Ó, a francért kellett nekem ezt baszogatni. Töltsed már. Mindjárt megvan. Na, na, 100%. Na, sikerülni fog? Nem akarja a fiú.
Baszki. Szia Dávid, csacsa! És mi nem tölti be? És mi van? Jó, hát akkor nézzünk egy gyári szintre. Még nem. Tudom, nagyon későn értem haza. Csak délután tudtam streamelni, este nagyon későn értem haza. Színszálas mat. Hétvégén fogok nekiállni, megizélni pontokat. Gerőkével is beszéltük, hogy milyen ötleteink vannak. És akkor hétvégén meg is csinálom. Világos fa. Hogy néznek ezek ki? Nagyon szépen köszönöm, hogy beköszöntem. Jó filmezést! Szia, szia! Na, mindig ezek a gyökerek nem jönnek. Eddig mi csapatgatjuk egy kicsit. Kíváncsi vagyok a TTR-es, hogy mit megy, TTS, mit megy. Kered nincs rendőrségiben megcsinálva, aki megcsinálhatná a rendőrségiben. Ez az 5 hengeres 400-ba arrébálni. Két liter TFS-i gondolom. Egész 3,5 liter. Hoppa, 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 hoppa. Mi fajta komoly hangra? Igen, az összkereket az egy kicsit nehéz keresztbe rakosgatni. Szépen szedi azért a tappancsait. Newton. Azért az komoly. Túl 1,72 váron tölt.
6 sebességes, nincs még egy. Azt hittem 7. De érdekes. Igazítás, kanyarstabilitás, rugók, csillapító, aradémika, fék, differenciálmű, hát bezárjuk. Gyors lesz, 100% legyen. Még nem változtat rajta. Na, ezek már mit van? Ezekben 260. Jaj. Hallottad, hogy voltam itt a TTR-est? 3.11-nél rakja benne a hatodikat. És most nézem a végsebesség. Ó, baszki, elfogyott az út. Én addig megcsináltam izéket, a Trophy Paxot, a Remixet. Gyújjon, megvárom, hogy megcsináld ezt, akkor utána csapatjuk addig, ameddig ezek ide nem érnek. Megy ez a kis Audi, nagyon, nagyon, nagyon lép. Nem gyenge. Hol a Form 1-be jön majd Kanada? Szerintem bevállalok minden büntetést. Kicserélem a motortól kezdve mindent. De szerintem csak egy izét fogok, egy ICE cserét bevállalni, egy 10 helyes rajtbüntetést. Nem tudom. A Kanada az a pálya, amit azért érzek, vagy nem tudom, hogy kiderül. Hát több mint 2 győzelemmel vezetek Hamilton előtt. Köszönöm.
Meg ugye a gyors költkért is ugye kaptam a jó kis pontokat. Hát azért a Mercedes az GT4 is érdekes amúgy, hogy csak azt mondtam. Hát azért aztán azt megszereztetjük, hogyha azok ide érnek, vagy valami. A Reventó Porsche Edition is jó, el lehet 500 000-ból, ha meg is van érted. Azon én is gondolkoztam, hogyha majd megleszek, aztán eladjuk a pitchbe. Nem is, nem csak sem a Reventó. Nem fogok oda baszakodni. Közben itt ingolok egy ilyen kis picike kis Audit, ami ilyen... Tűnix egy CC GT-t lehet szedni. Hoppá. Nem rossz autó, de kell megjön. Olyanokat pörgettem, borzalmasokat. Ja, az összes ilyen szuperpörgetés meg ilyeneket ágy is el, és eddig se adott semmi jót. Mindig megformányoztam, online. És? Ott versenyből 3 dobogó. Azt a kurva, GG, gratulálok, azért az nem semmi. Jó, az egyik dobogó undorító volt, de többi az jó volt. Meg amúgy az a baj, hogy ott is olyanok az emberek. Ott is lögdösnek? Aha. Ott, hogyha 25%-osan is szokni ki lehet taktikázni, de hogyha 5 körös, akkor egyáltalán nem. Hát az 5 körösnek nem is értem, mi értelme van egyébként. 25%-osan mentem mind az 5-öt. Vagy nem, mert egyiket nem azt el is veszítettem. De, hogy mondjam, hogy szerintem feljebb kell mennem a következő szintek, és akkor jó lesz amúgy. Az, hogyha már felmegyünk maga szintek, szerintem sokkal jobb lesz. Hát ha. Az egyik verseny, mert én is úgy csináltam, hogy csinálva, tehát mint amikor elfogyott a benzinem, és akkor elfékeztem előtte. Már tényleg, hogy volt. Levágtam a olasz nagy díjról, az olasz nagy díjról, tudom én még. Igen. És akkor van az ékanyar, meg levágtam, és akkor mellé kerültem. Kaptam egy 10 másodperc penaltit, kilöktem a rákba, és úgy lettem harmadik. Sze. Mert amúgy tudtam, hogy én most akkor előtte megyek el 2 másodperc, akkor is úgy nyert, csak így akkor én lettem a harmadik. Ja, persze. Mondom, azt beszéltük meg, hogy 8 környéken, ezt képest meg sehol sincsenek. Elmondom, hogy most neked nehéz is összeértett valami, neked is összeért tegnapért. Hát jó, de már direkt megbeszéltük, azt azoknak semmi nem érhet közbe. Hogy érzem semmi? Gergék otthon tanul. Elvileg tanul, elvileg otthon tanul. Tanul. Tanul, elvileg. Elvileg nem sok minden jöhet nekik össze. Miért Robi nem mit csinál? Dolgozik. De már végzett, meg is beszéltük, hogy akkor mánytól fogjuk neki csapdosni. Nem tudom, csinál meg addig a ízéket, az offboxokat, meg ezeket, azt akkor utána ízé, csapatjuk neki. Építettem addig még egy Audit. Kell. Kell. Kell ez a zöld henger, 2-5 TFS-i. Az új Golferbe is úgy volt elvileg, hogy beleteszik az Audi-nak között hengeres motorját. Hát az Audi maga azt mondta, hogy nem. Azt mondta, hogy nem akarja odaadni a motorját. Kicsit finom hangoljuk a gépet.
új saját track volt, ennyi. Hoppá. Hoppá le. Sebesség zónában. Mi lenne, hogy a nyelv lenne, akkor simán. Nem, hogy csúszik egy kicsit? Nagyon. A fogóval eléggé könnyű, de így csúszik elég jó. Mi a kö... Egy fogó, ez mennyire kell, 453. Kis 41 millió. Az a... Micsoda? Pénzed, 41 millió. Azt mit kezdjek vele? Hát az a... Egy izé, egy M3 GTS izé, másik BMW-t mondom. Ám mondom, kéne venni egy másikat ilyen csapdosósnak. Az 20 millióért akar, 20 millió kreditért akar erre adni. Hát az anyjának adja annyi pénzért. Én váladom a tágba. Ja, hát mondom, hát az 20 millió biztos nem fogok azért adni. Legyen még egy olyan BMW, most tudjuk vele baszakodni. Tehát meg kurva sok érte. Nekem elég, nekem nem kell az. Nekem nem kapszok lerobbanni, nem. Á, nekem nagyon tetszik az a GTS, ez jó. 4-4 V8, szívó motor, nem, nem semmi turbo, meg kompresszor, meg ilyen hülyeségek. Nem akarok a Forza Live-ra menni, tűnjél el? Azért ez is szedi lábát az Audi. De tényleg, hát most már jó idő van, várjál csak, hogy jó idő van. Ki tudom hozni az épített imprenzát, azt tudom neki keresztbe vágni ott a városba. Mert pont akkor ősz volt, amikor ezt megépítettem, ezt a izét, a 4 literes. Ez nagyon durván megy keresztbe aszfalton. Esik az eső, nem baj. Ez az végre meg tud csúszni az összkerék. De komoly hangja van!
Csá-csá! Ez nagyon vicces. Milyen hangja van már? Hát a csáó ki az, ami gyorsabb verlet. Hoppá. Hoppá! BMW-genk? Adom. M2-vel, érted? A fiú! Egybe belecsapott a közepébe. Hiszem az gyári neki. Tesszük, mennyi van gyorsabban, nem tudom keresztbe csapni a GTS-t. Hát az M2-t is nagyon élni megy valóságba. Jó, onnan megküldenének. Be kell melegíteni a gombokat, már még nagyon hideg. Nem kell nekünk turbó, meg ilyen buziságok, itt csak megyünk. Na, bátya keresztbe vágjuk, hogy valami lesz. Igen, nekem már kettesben nem tud mit kezdeni a hátsó kerekekkel. Jó, tényleg neki tudok menni, mert nem szellem, szellemkocsi. Megvárom a bástyát, hát ha jön. Ó, nézzek még, hoppá! Bátyának nem adta ki. Hello. Na, itt csapatom egy ízé, egy M2-vel. Látom. Látom, elment az odor, Forzát is akkorítottam. Van, persze, van Toyota Supra. Mesek még azért úgy érzem, tanulni kell ezt a társadalmas BMW-s érzést. Nem mindenhol tudja keresztbe elrúgni neki. Én kultúrát BMW-s módjára közlekedek. Nem, nem szemetelsz pedig. Micsoda? Nem szemetelsz, akkor nem is úgy közlekedni egy ilyen. Nem vagy igazi BMW-s. Mekkora vesítség a kezemben, de emberítő. Melyiken?
Hát ez nem a legjobb. Nekem tetszik amúgy. Nem rossz, én csak kicsit fel kell tuningolni, hogy patent legyen. Nem az érdekel, hanem is pedig kinézete, azt tetszik. Csáho, teljeszem a drift pályára. Még Gergőkével találtunk ki nagyon régen. Tudom. Ezt így akartam, nem az, hogy elbasztam. Ó, azt a csávó milyen szépen befűzte. Miért nem tudlak meghívni, de komolyan. Miért nem tudom meghívni? A vár környékén driftelgetünk. Hoppá! Fiú, neki ment a kocsinak, én pont befértem. Nem baj, srác. Próbálkozik itt a dolgokat. Csak nem tudom meghívni a konvojba. Te meg tudod hívni a konvojba? Nem vagyok kombolvezet. Ja. Mert hozzá ki az, hogy műveled a csávot, meg nem hozza ki. Nem megy ez az a drift. Hát a 36 a drága testvérem, hát az nagyon megy. Tényleg nagyon megy, amúgy kaptam meg szinte. Az egy pacek verda. Igen, mazai lakna. Én nem arra megyek, hogy a pusmán milyen sáv. Náci bunkó BMW-s, hogy összebe. Neki a fal. Cseréljük már is egy BMW-t, mert nem szabad mindig csak ezt az M3-at kínozni, meg ilyenek azért, mert tisztelettel kell lenni itt a dolgokkal. Aztán már neki is egy M2-t. Élvezze a fiú, hogy mi van. Érezze a törődést. Csak nekem ez az M2, ez annyira gyári. Annyi gyári motor van benne, úgy fel van tudni valamit az Atom. Jaj, de szép. Fiúnak nem adta ki. Gyerünk fiam, rúgjad annak az M2-nek. Az nagyon szűk lesz. Szűk is volt neki. Itt olyan íjba akart 10 évben ráncigálni. Tessem, ide meg lendület kell. Pont arra készültem, hogy ráncsa bar. Megnyom már valami erre. Nem megy a fű, nézzek. Ja, erre akar menni. Tőlesen a költ. Itt egy randommal jobbat autózunk.
Várj, ebben már csáv most tett össze magát. Ja. Hajok kész. Szerintem ez neki gyár lehet az M2, mert annyira jól nem megy vele. Megkaptam fordulni 3-nak kanyarodat. Az fasza lesz. A BMW is vagyok, mindent. Hát egy kis ugorjuk. Jó, hát akkor egyszer is betétlapot, mert összetörted, jó? Köszi. Azt hittem meg tudok fordulni, de nem. Sikerült? Nem láttad. Pont nem láttam, pont. Sikerült? Aha, sikerült megfogni. GG. Csávó, izé, elég érdekesen izé próbál driftelgetni. Nem be vagy tapos. Micsoda? Nem be vagy taposulva. Nem megy a csávó, mert kipördült. Jaj, de szép. Hát, mint a húzatok is kicsúszkáltam. Ezek mikor jönnek? Ezek tolatva. Látom, egyesek nagyon önaszkoznak. Nekem az utcai huligára van építve. Túl sok. Na jó van, kezd az M2 egy kicsit gyenge lenni. Ki kell hozni valami erősebbet, mert ez már kezd gyenguska lenni. Mert ezen magam kellő biztonságban. Na jó, hol van a hátsó kerekes ember? Mi az, amikor kellő biztonság? Hát kellő biztonság, most nem fogom kinézni. Jól néz ki az E36-os BMW. Hát azért az E36 kupé az ott van a szeren. Szívesen, vagyis minden szívesen már ez egy igen. Én csináltam. Nekem még igénytelenebb bizé fólia van rárakott. Nem, egyébként nincsen. Azért már csak nem fog a gyerek megkupolni. Na fiam, mi lesz itt? Elrúgjuk neki? Milyen lenne ezt a balra? Most balra lenne, mondom, ez királyra. Mint balra készül. És mondom, hogy egy balra. Most merre akar menni? Én még körzőzök egyet.
Érted nekem? Jó, betétlap, oké, okay, köszi. Betétlap. Jó van, oké, okay, oké, okay, összetörted a BMW-met, oké, okay, jó van. Á, ilyenkor van ez, amikor elvesztem az egész tapadást. Mutatok neked egy Subaru-t, ami csúszik keresztbe. Azért az ritka látvány, hogy csúszik keresztbe a betonon, az aszfalton. Én meg tudom csinálni mindegyiket, szóval nem izé. Azért az már azt mondod, hogy opa. Megint most az is lesz verseny. Megérkezik. Mehetünk. Most is már. Csáva, neki át így gyorsogatni egyedül. Meg azt elkapom egy kicsit. Na mivel kezdjünk? Nem, az a baj, hogy nem tudom mit csinálni. Tűnik Gergő írja például. Ó, nem tudom mit csinálod. Megjött öcsém a 36-tal a telepi gyerek. Milyen 30? Hát az nem 36? Bömbölő? M-paket, meg minden. Az előző volt az. Akkor ez micsoda, amivel most jöttél? Ez a másik. Ez a négy inkább nem tudsz véne sem menni. Ebben keves kötöködás és csak a lóerő. Ezek itt küldi az M2-nek, de ez a Subaru, ez mondom, agyig van húzva. Hát nyomok neki egy gáz, az nem megy. Szegény csávó mit érezted? Izé, hanyas BMW-vel vagy? Jaj, 2003 BMW M5. Ja, 2000, Z39-ös. A kis köcsög. A kis köcsög. Nem tudok. Na gyere ki. Egy kínálom. Jöttem. Á, ilyen idióták vagyok körülve, ez itt a baj. Csak hitted, csak hitted. Ezt így akartam, ezt így akartam. Én akartam így. Mindenképpen így akartam. Na javán, megnézem az esemény listát. Elvileg... Ó, megcsináljuk, hogy megpróbáljuk a többit megcsinálni. Lehet, hogy meg lesz a McLaren 600 LT, meg a Königsegg van is. Ma. Úgyhogy megcsináljuk a versenyeket ketten. Igen, melyen Königsegg lehet kérni? A izébe, a mostani seasonben, nézd meg. Tavasz hát idején. Eladom a mostani not, vagy nem adom a mostani not, hanem eladom a végét. Vagy nem. Vagy eladom est, inkább úgy gondolom. Papa tűnik egy drone modot, azok addig elmegyek izébe, veszem a gyógyszert a fogfájásra. Még írok ezek hát nekem. Én is elhúzok egy 5 percet. Írok ezeknek a hülyéknek, hogy mi van. Most sem.
Na, itt vagyok. Na, haló. Na, friss hírek szerint senki nem jön. Úgyhogy ketten fogjuk ma csapni neki. Mind a kettőknél több közpélyt van? Mhm. Uh-huh. Most mind a kettő. Akkor... Én nem tudom, Gergő, kivel mi van. Vagy nem válaszolsz, hogy mi? Gergő, az nem válaszol, mondta Robi, hogy neki nincs kedve, mondom, jó, semmi probléma az. Megértem. Na jó, hát akkor csináljuk, csapjuk neki. Csináljuk meg a fókuszt, a Reventont, a többit azt beletettem csoportúton alatt. Cső. Meg a Mercedes cső. Ez jó izakát szépen. Hát csapatjuk azért. Majd megyek azért, megyek. Van a délután, ha hamar érek haza. Lehet, hogy izé Eurotrackozni fogok, vagy mi meglátom, vagy felkrályozok. Ezt akkor utána meg este csapjuk a Forma 1-et. Ferrarit fejleszgetem elvileg már a fejlesztési versenyben megelőztem a Mercit. Mennyi annak az M5-nek a vége? Nem tudom, hát csak neki szóval van megszokva. 382-nél lesz a Bios 6-ban. Igen, mondom neked, megnézem a papíron, mennyit ad ki. Jó van. 418-ot azt a papíron. 418, azt a kur... Na jó van, de a köböl... Figyeld, hogy indul. Azt nem éred el, de figyeld, hogy megyek én. Azt nem éred el 418-ot, ez a köböl 400-ot hasz. Várj, megyek, várj, viszont nem jön, hogy nem kell, én úgyis gyorsabb indulok az összkerék miatt. És nem tudom, full van gáz. Jó, hát persze, full hátsó keréken annyi izé lóerő. Igen, megmondom, hogy nem tudom, hogy van benne. Csak tengítsd el. Jó, van, nem indítom, ne izulje. Nem tudom, mód van, csinál. Hát nagyon élem ezt a Subarut. Hát, van benne 904 kW. Azt a kurva! Meg várjál meg 1100 Nm. Jézusom, nekem izé van benne. És várjál, megmondom hány kiló. 716 kW, 855 Nm és 1300 kg. Jó, gyenge. Ez a legnagyobb boxer, amit bele lehet tenni. Porsche-nek a motor van benne. Majdnem ugyanannyi kilók van, kb. 20 kilóval több vagyok. Eurotrack magyar mód megvan? Persze, hogy megvan, hát még streamelni szoktam belőle. Azzal szoktam legtöbbet nyomni. Na, akkor kóp, saját konvoj. Tegnap vagy? Tegnap előtt? Nem, tegnap Forma 1, aztán tegnap előtt egy 3100 km-es fuvar csaptam le. Magyarországon belül? Ne, de ahogyis nem rá a rendes térképen. Izéből Olaszországból indultam. Litvánia, Észtország, ott a Balti államok, Lengyelország, Ausztria és úgy Olaszország és Nápoly. Középterre. Milyen verseny lesz? Csiron meg ilyeneket lehet vinni. Úgyhogy... Szuper autó. Az. Szuper autó. Honnan S2? S2, ja. Ez a kiasztább ide azért a bit pack, de ez egy bit pack. Hú, teszteljük. Na mit hozol? Nem látom még. Nem, hogy meglátod. Hagyjuk a STI. Na, töltsük befele. Azt nem értem, hogy lehet a Bugattit ennyire elrontani.
Én azt hoztam, mert az összes többi az a LaFerrari is hátsó kerék, de a Ferrari-t is azt is összegyűjtettem rá a pénzt, megvettem. És akkor megláttam, hogy alig lehet benne valamit fejleszteni, azt mondtam, hogy elmentek az anyátokba. A LaFerrari-ba. Alig tudsz valamit fejleszteni. Ugyanaz. Én is megvettem 2,7 millióért. Az F12 TDF, meg 500 ezer. És úgy lehet fejleszteni azt a kocsit, hogy nekem az a leggyorsabb. Nem az 599-e volt, mert én azt nem tuningoltam fel, mint a Gergőke, mert annyira nem foglalkoztat. Nekem az F12 TDF fel lehet kanyarodni, meg elég gyors. Nekem az bőven elég. És hogy mondom, ott a Gergőkével mi van, így gyárt. Lehet, hogy elfelejtette. Hát, hogy akkor most már le vagy rá cserélve. Te vagy az új Gergőke. Ne. Hát, hogy kéne a streamba, hogy Taker Six Kristóf. Na úgy jó. Mert hozzászoktam a Forma 1-hez, nem mehetek hozzá senkinek. Hát nem tudom, ez nem ugyanaz, mint belső nézetre kell váltani, mert most külsőben. Külsőben nagyon gyors. Köszi. Pont úgy adta ki a kanyar. Ja. Nem volt direkt. Befékezett ezeket az Amentador elengedett. Már meg is értem. Kell neked itt racsingolni, meg minden. Érted, a Lego Senna jobban megy, mint az igazi. Szétadom. Hát Legóból van, szóval könnyen. Csak azt nem értem, hogy nem. Amúgy az a McLaren Senna, az nekem megvan Legóba. Nekem is. Vagy nekem nincs, bár én nem farmoltam még ki, szóval. De nem úgy mondom, nekem a valóságban is megvan. Ja? Nagyon jól néz ki egyébként. Tud menni 400-zal. Simán. Van törés? Hát figyelj, töréstesztje is van, darabokra hullik. Nem az, hanem hogy valami játékon belül. Ja, nem törik semmi. Esztétikailag csak mi? Hát talán a szélvédő tud berepedni meg ilyenek, de nekem a törés ki van kapcsolva, nem tetszik a kocsikon. Lehet én bírjam ki a törést. Ja, jó is lenne, darabokra hullana. Gyalkat részeire. Mi a fene? A Rimac van előttem, ami nem tud kanyarodni. Azt tényleg nem tud kanyarodni. Tudom, mit van előttem, és simán beszél a kanyarokat, úgy mint én. Valahogy ez, mondom, az annyira el van állítva, hogy kurva nehézre van beállítva. Mi soda? Az AI. Meg olyan autókkal tud kurva jó időt menni, hogy csak így nézek, hogy most mi van. What? A Rimac például. Hát a Rimackal az egyenesben jól gyorsan meg ilyenek, de az a kanyarodni, borzalom. Azért mondom. Hogy táncol? Hogy táncol? Jó. Ott van a tánc. McLaren Sennás meg tapsolok csak. Nekem azon bárhisz, hogy így csak így áll a kocsi mellett, mint valami hülye, így csak így áll. És így néz. Ja. Ha benne akarják ilyen Forza csopiba, Horizon 4-esbe, és akkor kérdezik, hogy hogy lehet farmolni, szóval még állat valami 50 körös góliátot megcsináltok. Nem akarom. Mert annyira unatkozott. Ja? Mondom, az komoly. Ja, most meg lehet magadba meg tudod csinálni, ha megállított között 10 percet. Hát persze, hát úgy oké. Mi egyszer talán egy... De várj, én az előző pályát csináltam 50 körös. Az előző pályára nem nyomtunk most. Például. Nem tudom, nem akarja bevenni a kanyart ez az autó, pedig úgy értenék ezt a jó kanyarra. De a Rimacnak se sikerült bekanyarodni. Jó van, de megértem, de ez nem megy úgy, mint a Rimac. 20 fok, olyan, mint a 20 fok, nem megállni a kormányozási készsége az autóra. Tegyenes, mert maga a Chiron nagyon megy most. Jó, picit bel is van. Mondom, ennyi tuningot engedett a Chironba nekem. Ja, 2, 9, 90.
meg lehetett csinálni X-esre, de azt éppen, hogy X-esről valószínűleg. Hát jó, azt az hol használom ki? Ezt majdnem minden autóval ért. Nagyon remélem már S2-t, meg az S2-t, meg az X-es autóval. Fán az Apollo tudom csak vezetni. Azt is azért majd mindenki nem bevesz. Szóval nekem az F12 TDFX-es, de azt nagyon szeretem. Jól kanyarodik, jól megy. Jó, hogy 599 Evo megeszi vagy valami, de azt a Ferrari-t azt nagyon szeretem. 599 Evo. Aha, XXX, Stud Evolution. Tudod, amivel Gergőke mindig jön. Jó, az Apollo. Szia, gatyamadzok! Csácsá, mi újság? Én is rég láttalak. Lágos, hogy nem a pont ért akkor a fejében, hanem a dobogó helyezett. Hát, egy-kettő, egy-kettő. Hát, de az a vicc, hogy azért akarok felvenni, hogy lehessen visszanézni a videóba. Annyira hozzászoktam a Formegyhez. Hát, ez a baj, hogy nem fogsz, itt nem fogsz pesgőzni, csak táncikázol. Meg, nem, meg, ja. Itt csak tánc van, semmi pesgő, meg ilyenek. Ez az abban nem kanyarodik, mint a Formegyben. Ah, ez a csirán, ez most nagyon állat ide. Azt hittem, hogy mellé nyúlok, hogy most ezt azom ki. De nagyon megy. Ha meg lesz a második hely. Majdnem. De tudod, hogy lett volna meg? Na, hogy? Most kimegyek szélre, nem belsőben akarom megedni. Ah, nem külső? Akkor belementem. És hogyha most külsőben megyek, akkor körbe autózom még az utcsó kanyarban. Látod, én csak így ott állok, hogy most így, most mi van, érted? Tálok, most mi van? Nem viszem túlzásba. Nem hiszed el. Na várjál, elolvasom-e? Hát nyár után, azt hiszem, szerintem utána csapni fogod neki, mint az atom. Miután? Izzi a gatyamatok majd fejleszte a gépet, majd jössz R6 streambe azt, akkor majd szétcsapjuk őket. Tényleg neked megvan a Rainbow Six? Nekem? Aha. Sajna meg. És? Nem játszok vele. Nagyon. Ez egy szégyenletes dolog. Nem szégyenletes. Ez nem mint a hullámvasút. Mostanában az alján vagyok, hogy valamikor cumisztat, mint az atom a játék, de valamikor meg nagyon a tetején vagyok. Csak a tetején lévő idő az nagyon kevés. Mekkora játékos jön, nem? Neki a falnak. Le kell venni azt a kanyart. Vártad pedig, hogy kilöveltem a többiekhez képest. Jól kiengedtem a kuplungot, Kevin. Ja. De most már megszoktam kuplung kiengedés, ma be kéne állítanom karrierbe és kuplungot. Én karrierbe is beállítottam, hogy azzal is legalább tudok gyakorolni. Ja, úgy gyorsabban tudom engedni. Na, ez segít ezt beállítani székkor, majd holnap? Persze. Én nem vágom. Mert gondolom csak izé egy gomb, egy manuál. Ta, amikor tölt a izébe, mondjuk mit tudom, a practice, majd a kvalifikáció között, akkor izé megnyomod a gombot a beállítást. Most az a vicc, hogy én nekem minden nap tök jó lenne egy Form 1 streamja. Ennyi. Érném. Ja. Amúgy most tegnap stream 10 ember nézte. Azt a kurva. Jó, nem folyamatosan, jó 20 perc talán streamáltam, és akkor néztek 10-10-10, kb. 3 óra alatt. Azért a szép teljesítmény. Jó, kb. 2 órán belül megnéztek, legalább 5-en. Szóval örültem neki, gépjére pésztem. Nem azért, de most ezt neked kell lehozni, mert most nem tudom. Nem kell izgulni, lehozzuk. Ja, láttam, hogy izé GT5-ből izéltél. Izi esténként izé. Úgyhogy csinálom a videót, meg mostanában az a baj, videót szerkezgetek, azzal cumisztatom magam. Izé szoktam közbenézni Zsozénak az RP-s izé adásait, tudod, amit feltölt YouTube-ra. Hát, ez a kurva jó. Ja. Így adjam egy cigit. Hát, ez kurva. Ezen a szerveren mindenki csóró is kéreget? Hallod, találd ki van az első helyen, milyen kocsival. Úgy is kitalálod. 5.99. Nem. Várjál. Amivel azt mondtad, nem lehet kanyarodni. A Rimakkal. Ó, kanyarba, hallott kanyarba, úgy eszi meg a csirona, ahogy akarom. Hát, nagyon szép. Hát, amit én nem biztos, hogy beírek. Nagyon rossz, hogy ez volt túl. Csalódás. Jó van, Gergőke, jó van, teljesítesz, látom.
Kösz. Gondolj vissza az összteljesítményemre, Gergőkéhez képest szerintem tisztel annyit nyertem, mint ő. Az biztos. Köszönöm szépen, meg vagyok. Kijátszottak a Far Cry 5-öt, New Dawn-t, úgyhogy nagyon csapik itt a dolgoknak. Az is kijátszottam. Tök jó volt. Elmondjam, hogy mi volt a vége? Ne, vagy de. Jó, mondja. Játszani fogsz vele? Nem fogok. Van a, van a Joseph Seed, aki volt az ötben a fő gonosz. Igen. Na. És akkor ugye az életben maradt. Megkérdezted, hogy de életben maradt. És na, akkor... Láttam ötnek a végét. Végigjátszást. Na, és akkor van a fia, az Ethan, az egy kis sárló kis köcsög volt, és akkor az átváltozott ilyen medvévé. Épp, hogy meg tudtam ölni. Aranyfegyverrel. Nem saj buresz. Nem, ő az ötödikben volt benne. Hát a New Dawn-ban hallod, alig lehetett izé normális szereplőt választani. Volt a kutya, meg volt egy ilyen varacskos disznó. Hát mondom, kurva jó. Sajtburesz, vagy valami boomer. De tök vicces volt, hogy ugye ugyanott játszódott az egész játék, a sztori. És nagyon sok helyen ki volt téve izé boomerrel rakott kép, meg ilyenek. Nem meglepő. Szívesen húztott. Köszike. Meg kinyomom a sérülés, mert szerintem benyomtam. Szerintem nyom ki a sérülés. Én nem teszem be a sérülés, csúnya, nem tetszik. Ja. Törjenek nekem itt a verdák. Beállítom ízét, a következőt. Ja, nem nincs a sérülés, pedig akkor nálad van beállítva a sérülés, azt vágod. Nincs, nálam nincs beállítva. WW2-vel szoktam játszani, meg a Black Ops 3-mal a kódból. Modern szuperautók 2010-es évek. Ó, akkor ijeszte is megint a Bugattival. Fel kell peremelni, ki akarod játszani, vagy meg ki... Nem, azt majd ki akarom játszani. Az is rajta van a listán. A Primert még nem játszottad ki? Nem, PC-t kezdtem el mi nagyon régen, talán a feléig eljutottam, aztán abba hagytam. Az a játék, amit én is ki akarok játszani, a Frag-kel. Ja, Warzone? Az a baj, tényleg jövő héten akkor csapjuk a Warzone-t? Valamelyiknek? Valamelyiknek, betöltem ezt. Én majd hétvégén letöltöm. Mondjuk igazság szerint... Szombaton elvileg aszettózunk, bár vagy Gergőkéket is nem lehet, hogy ebből lesz semmi. A max én aszettózok egyedül. Milyen aszettó? Hát az ilyen szimulátoros, racse, cuccos ilyenek. És mennyi? Ez 1500 forint. Eneba. Jó. Csak az a baj, hogy szervert kéne hozzá csinálni, és kurvára nem tudok szervert csinálni, ezzel hülye vagyok. Merre vagy? Nem vagyok bent. Izzi a tó mellett van. Aha. 2010-es évek? Aha. Ez is komoly. Közel kredit. Jaja. 2010-es évek. Ó, de elautókázok. Az M4-je. Nem szabad most gyorsoltól. A kis M4 is bőven elég. De hiszem úgy, hogy... Mondjad. Modern szuperautó. 2010-es évek. 2020-as autó itt még nincsen. Ja, az a másik. Ó, Lexus elefát lehet hozni. Hoppá. Ó, nem hozom. Felejtsd el, meg kurvára nem úgy megy, hogy szeretnél. Ja. Szerintem a legszebb hangja van V10 kategóriában, de amúgy... Ja. Á, most akkor hozzak egy Audi V10 pluszt. Hát azért azzal is arrébb lehet állni. Arrébb lehet állni. Gondolom dupla turbós. Nem? Nem az? Az szívó motor. 5-2 V10 szívó motor. Azon nincsen elnézik. Turbo. Az szívó, az csicska szívó. Elnézést kérek. Ó, hozom a Ford GT-t. Ez lehet tud kanyarodni. Ami van turbo, a mostani RS-sal, tudod ami az a futurisztikus dizájn, abból két generációval visszább. Abban az 5-2-es V10-es motor volt, mint a mostani R8-ba.
És rátettek 2 darab turbó feltöltőt. Bődöletes, ahogy ment ez a kocsi. 5-2 V10 biturbo, hát elmebeteg állatok voltak ott az Audinál. Szerintem úgy voltak valahogy, hogy hánék ott az Audi gyárban, hogy... Hallod? Fogadjunk egy sörciba, hogy nem merjük rátenni a 2 darab turbót. Na, fogadjunk. Jó, batincsuk rá ezt a 2 turbót. Oké, mehet. Családi kombinak. Nem így volt. Hát, mondd fel ki. Várjál. Most csak közben szak. Jó, hogy találj. Szóval nem igazi kaját. Nem. Fogadjunk, nem mersz belerakni 2 turbót egy a motorba. Fogd meg a söröm. Adom a másik. Azt a sört, amit már előbb megnyert. Ja. Csak mondom, és beletettek 2 darab turbót. Hát, nagyon állott. Ja, várjál, nem is mondtam neked, ugye tegnap mentem ugye a haverhoz, autópályán, itt nálunk M0, M3 kivezető M0, Ferrari 488 Pista. Még egyszer mondom, Ferrari 488 Pista pirosba. Én még egyszer mondom, Skoda Super B kombi. Na, hallod? Kanyarba baszattam én az összkerekemet, meg mindenbe, próbáltam mondom kicsit izmozni a csávónak. Hallod, hát az 2-3-szor parkettázott a gépnek olyan hanggal, mind a 4 ablakot leúztam, hogy halljak mindent. Úgy ment az a Ferrari. Csávónak ott mutogattam mindent. Visszaintegetett mindent. Kitett üresbe, azt elkezdte megrúdosni olyan 100-nál. Jelleg? Nem az állatja. Olyan hangja volt. Az már 3.9 V8 biturbo. Az már turbos motor, nem szívó. Aki megteheti, az megteheti. Miért nem mondtad? Miért nem mondtad, hogy nem mersz nekem is venni egy ilyet? Az a másik. Ezt annyira eljátszanám, mert az a baj, annyira hülye ember nincsen. Biztos, hogy nincs. Biztos, amúgy az a biztos, hogy van. Csak nehéz megtalálni. Ja. Vagy már megtalálták. Hát én egy izé, az egy M4-es, az a kis csicska M4-es BMW-vel is beérném. Beérném egy Lamborghini-vel is értem. Adjál az ilyeneket, hogy mit kezdesz drága fenntartani, meg minden. Amúgy most egy nap belegondoltam, hogy én nekem választom, hogy egy Ferrari-t kapnék ingyen, vagy egy Subaru-t, akkor lehet a Subaru-t választanám a fenntartási költség miatt is. Hát egy VRX estét már 8 milliót megkapsz. Ennyi. Fanny, nem megyek legjobb állnak a Smike-ot egy már. Hallod, itt gyűjtöm direkt a pontot, driftelgetek, majdnem full gyári M4-gyel. Ebből is kéne egyet már tuningolnom, mert kezd kicsit már gyenge lenne a gépezet. 40 millió és nincs se feltuningolva? Nincs, nem lehet mindent feltuningolni, ez nem olyan egyszerű. Mondom, gyűjtöm a pontot! Jó, neki ment egy fának. Hallod, Gergők be tudott írni a csetre. Biztos azért nem mert feljönni, mert te is itt vagy. Ki tudja. Lehet fosik a fiú. Hogyne, ja? Anyu nem engedi mi. Mi van, Kristóf? Nagyon lemaradtál. Azt én néztem a csatot is külbe. Nem fogsz tudni kilökni. Ja, tényleg azt akartam mondani, hogy van ez az M4, meg az M3 generáció. És ugye ebben van a 40i. 3 liter sorhattal összkerékkel. Figyelje, az M3-ban, meg az M4-ben a BMW, MGMBH külön motort fejlesztett. Az ebben lévő sorhatos csak ebbe a két modellbe használják. Ezt a 3 liter sorhatot. Az állatok. Nem az ide, jó lassú vagy. Mondom, hogy gyári óta meg közben itt azért driftelgetek. Én ott vagyok. Milyen szép volt, amúgy fókusz kerülted. Hát az olyan, na, oda kell figyelni. És mondom, ez full gyári óta, gyári motor, minden. Hát hóba, van, hóba, legyen. Nagyon szeretem egyébként kivinni, mert hóba nagyon jól lehet csúsztatni, ugye? Meg a rának... Ja, ha, micsoda poén, ha,
Várjál, várjál, Gergőke, hallod, Gergőke. Gergőke most nagyon kemény poént írt be, jó? Jó, kell egy telefon, kell egy telefon. Haló, lelki segélyszolgálat? Juhi nulla ad neki, jó lenne egy, igen, 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 küldöm, küldöm mindjárt telefonszámot. Köszönöm, köszönöm, viszont hallásra. Juk, juk, várj, várj, fel, jó, épp valaki. Hé, kocsak írtok. Az kurva nagyon Zsozétól, át az egy állat. Az egy állat. Csott a sfére, mit lehet itt vinni? Csú. Nyomorék, hallod? Hát itt érted? Csetem mer beszélni, de itt izébe. Mert anyu nem engedi. Anyu megmondta, hogy Kergőként most nem. Most nem mehetsz a barátaiddal forzázni, mert már eleget rúgdostod. Nem. Gergő kapukája, meg anyukája megbeszélt. Mondja Gergő apja, nem lehet letiltani egy gyereket a gépről. Fogd meg a sőröm. Hát Gergő, akkor kapod az évet, de meg is érdemled. Nem tudom, kinek kell éjfélre hazaérni a pénteken. Hülye gyerek, éjfél után kijárási korlátozás volt a barom. Ezt a hülye faszt. Kinek kell hazaminni ilyet éjfélre? Mert pénteken elmentünk izé autókázni, és ugye írta anyám, hogy azért érjek már haza éjfélre, hogy kijárási korlátozás van. Ugye mindenkit én vittem haza, mert csóró mindegyik. Várjál egy kérdés. Gergő, ki vitt téged haza? Hát én. A BKV? Nem járt az esti járat is már izé ritkán jár. Milyen fél egykor hülye gyerek, éjfélre hazaértél te? Ez hülye. A Robika... Na, azért egy kérdés, most akkor hogy... De várj, akkor hogy lehetett otthon hajnalban, amikor már még fél egykor ott egy... Ez kurvára nem az M7-esen volt, mondom, már éjfélkor otthon volt. Hát... Éjfél után pár percre jöttek haza. Úgyhogy szerintem feleslegesen veri a nyálát, nem volt egy fél óra. Pont éjfél volt, amikor az M7-esen voltunk. Utána még gondolom még hazamentünk a Robikával, és utána még én még hazajöttem M0-áson, hogy sem 12 darab rendőrrel találkoztam. Itt a 15-ből, és hála jó, nem tudom miért nem, de mondom, hála jó Istennek, nem? 15-ből is, hogy sem beállt mögém egy Oktávia, beállt mellém egy Oktávia, beállt még egy fókusz, és mondom, kurva jó, mondom, hát mondom, még több rendőrótót szeretnék, hát. Mondom, hiányzik az életemből. Baszki, neki mentem egy fának. Láttam. De szólt, hogy én később mondtad. Megijedtem. Ja, fel kellett dolgozni. Fel kell dolgozni az információkat. Csaltam a gamerre, pedig gyorsabban dolgozzák fel az információt, mint az lehet. Átlag emberek, ami? Lehet. Tényleg az a Ford GT-vel csináltál is valamit, hogy ennyire lassul lett? Miért lett volna lassú? Úgy legyorsult valamit, mint állattam, lett az észre. Azt láttam, de izé, most hátrányból elég gyorsan feldolgoztam magam. Igen, mert neki mentem többször a falnak. Jó van, már meg a kifogások. Most majdnem cseppom. Érted, én legalább most is a Form 1-be érzem magam. Piros autó, Ferrari. Én is ott érzem magamat, csak nem megy annyira. Úgy is olyan a kormány, de formájban, vagyis a világítás, a váltás. Úgy tiszta formájban érzem magamat. Elengedtelek csak. Köszik. Taktika volt, hogy Ferrari nevjen. Ilyen egy-kettő. Aha, konstruktúr. Max, visszaengedlek, hogyha majd úgy lesz. De igazából teljesen mindegy, ki nyert. Pont a lényeg. Nem vagyok Gergőke, mert harmadik helyen vagyok most is. Nagyon jön. Most rendes voltam, mert úgy ráhúztam neki az ívre, hogy örüljön.
Ez nem a Forma 1, nem kell nekem az ívet szabadon hagyni. Nem Forma 1-be szoktam, Forma 1-be sem szoktam szabadon hagyni az ívet, maximum visszapörgettem. Én csak egyszer szoktam izét váltani, egy ívet, ahogy a szabály is engedi. De ez az a vicces, hogy izé, hogy a Forma 1-ben nem mitett izé, hogyha sokat izé. Nem, Robikának izé. És nem volt kedve hozzá. Na, igen. Hogy csak azt engedi meg, hogyha izé, hogy védekezzél, hogy egyszer választhatsz ívet. Szóval kiállszat, hogy vagy középen maradsz, vagy a belsőt, vagy a külsőt választod, vagy középen maradsz. Hát és csak egyszer változtathatsz ott tívet, és nem lehet így cikázni a másik előtt meg ilyenek. Az kár, hogy ezt nem büntet egyébként a Forma 1-et. Az Zajit egyébként szarra el lehetne büntetni öcsém néha, amik az leművel. Ja. A maradok direkt a külsőjével, hogy mondom, körbeoltozom és rám húzza. Baszd. Na ezt megmondom Robikának, azt hiszem. Őt se engedte anyu. Nem engedte izé Gergők anyja, vagy mi van? Hagyjad meg Gergőkét, hagyjad meg. Lehet, hogy a héten nem tanult eleget, nem figyelt oda jól, vagy nem csinálta meg a házi feladatot, azt tudod ilyenkor. Nem figyelt eléggé oda a Skype órán. Azt hiszem. Tudod így, apus, ezek így nem tudtam feltelepíteni a Skype-ot, hát informatikus leszel, de nem sikerült. Nagyon van a Skype, mert ezt nem az itt, bevallás, csak még a Skype nekünk sem egy annyira őségi technológia. Több 7 éve használtam utoljára a Skype-ot, vagy igen, még fiatal vagyok eléggé. Mert régen még azt használtuk, még a Discord, meg izé a TeamSpeak előtt. Hogy csak ja, az volt. Ugye a Minecraft-ot, nagy 8 éves, 9 éves. Hát megint neked kell menjen. Mi van? Cumi. Gergőke, miért vagy megint az utolsó helyen? Gergő, gyere már felfele, légy szíves. Ne kelljen már megint nekem megnyerni ezt a versenyt. Gergő, gyerünk, gyere felfele. Tudom, hogy az autó szar a kormányzás, nem megy, minden rossz. Nem, most én voltam a szar. Hát te vagy az új Gergőke. Kösz. Hát akkor én kérem az admint. Ennyi, megkapod. Gergőkétől elveszik az admint, azt te leszel az új admin. Kösz szépen, fi. Nézd meg, hogy megy a 488 GTB. Szedi a lábát. Milyen érdekes a Gergők, azok nem írtam, mióta megírt ezt a kommentet. Már lehet, hogy az ablak alatt azért. Lehet. Vigyázz, majd lesz egy vízátfolyás. Hát már. De egy ilyen tócsaszerűség, vigyázz, mert nehogy elvigyen teljesen. Elvitt, nem amúgy. Na mi van? Elvitt? El? Nem. Vagyis nem az vitt el. Nem az. Akkor mi vitt el? Nem az a tócsa. Nem az a tócsa. A föld vitt. Utolsó kanyar, és ugye ez már nem kicsúszó és veszélyes. Nem akarok köcsög lenni, de teljesen ugyanolyan bénám vezet. Ne haragudj! Hallod? 500 pont a Griffendélnek, hallod? Tapsikoljuk meg, gatyamadzokba bemondta a legjobbat. Hallod, Kristóf, úgy kifikáztak téged, mint a szar. Hallod? Beírt a gatyamadzok. Így, nem akarok köcsög lenni, de teljesen ugyanolyan bénám vezet. De beírt, hogy ne haragudj. Úgyhogy viccesnek szántam. De várjunk. Kérdés. Nem tudom, hogy tud úgy vezetni, hogy egész héten formál egy vezet, és talán pedig egy órát forzázik. Na, csak összehoztuk ezt a mondatot? De most komolyan. Várjál, fogd az irányításra. Vagy a fékekre, hogy el van állítva a kocsi. Nem, legyen már Gergőke, fogjad a beállításokra. Szorok a beállításokra, kész, ennyi. Erre meg azt szokta nekem izélni Messengeren, tudod mit ír Messengeren, hogyha ezt hozom mindig fel? Gyere ki Assetto-ból, azt ott drifteljél, ott legyél kemény, úgyhogy én nekem Assetto-ból van vagy 30 órám, vagy 40, azt is csak a kakucsringen, ennek a hülyének meg több száz órája van benne. Azt csak hozzá erre a gázpedált, azt már keresztbe rakja a kocsit. Hát de én nem mondhatom azt, hogy rossz a beállítás, miért állítottam be?
Jaj, hagyjuk már, hát. Nem a beállítás rossz, most én vagyok a rossz. Nekem is kicsit furcsa volt a Forma 1 után. Ó, mondom, azt a kurva. Ez milyen dolog, hogy valaki most megvédízik Gergőt? Ez milyen dolog? Én nem tudom, mi van itt, de itt tudja, ezen balhék lesznek. Páré, azért nagyon megkupolt ez a Ford GT. Úgy tetszik a Ford GT, meg minden íze, amikor Motorsport 6-ba izé meg lehetett szerezni, ez kurva jó volt. Ha most én basztam el. Ja, az nagyon jó. Micsoda? Rivoli pályát nyomtam. Ja. Amikor izé, még nem volt boxom, csak PC-n volt. És kijött a Motorsport, a Apex, tudod, hogy a PC-n is lehetett játszani ilyen beta-szerűséggel. Fú, hát ott a izénél ingyenes volt. Én utána megvettem hozzá a Premium pakkot 5000-ért. De izé, ott volt az első pálya, az Angliában volt. Donington talán? Donington. És ott esőbe lehetett a Golfét erre tolni. Ó, hát azt nem tudom, hányszor letoltam azt a versenyt. Azt nagyon éltem, azt a Motorsport, a Apex-et. Kurva jó volt. Aztán meg megvettem a... Megvettem a Vanest, egyből azzal kezdtem. Ja. Motorsport 6, Motorsport 5, Horizon 2. Mert ezek csak Xbox One-ra vannak, ezek a párjáték. Ez ilyen exkluzív cím. Hát a Forza Horizon 2 az nincsen Xbox One-ra vagy, de? Csak Xbox One-ra van a Horizon 2. Horizon 2? Horizon 2. Nem, nem. De, de. Van 360-ra is, de az nem teljesen ugyanolyan. Ja, akkor jó. Mert nekem, nekem mind a kettő megvan. Teljesen más a 360-as. Erőt adott ez a zene most. Hoppá. De most ezt nélkül. Ja, az első dologom adminként, hogy kibannolják mindenkit a jelenlegi csetről, ja mit? Vagy ha madzogot ne olyan jó csávó meg minden. Gergőkét, Gergőkét azt nyugodtan. Gergőt azonnal megadja madzogot is. Nem, nem én volt, nem. Várjál! Igen? Miért nem, játszik velünk? Elmondjam a nagy titkot? Nem tudom, itt van Kristóf és ez van, érted? Lecseréltem Gergőkét, meg kellett olyan valaki is, aki az 1-2 tudja hozni, kellenek a pontok. Meg így nem táncol a Gergők a karaktere, az a baj. Úristen, 3-9-re megy az Audi, úristen, most mi lesz velem te? Két bárnyomáson, úristen. Ah. Melyik univerzumban, úristen? Yeah. Az Assettóban, Yeah. Hát ez ilyen, érted? Így gyorsan cseréljük a brigádot. Na, ott legyen a legkövetkező, jami? Azt hiszem, itt csinálom, úgy van cserélgetés. Most őszintén Gergőt nem volt nehéz lecserélni. Hallod? Hol dolgoztunk ma? Hol? Kint Dunakeszin. Mentem a céges Verdával. Ugye, ami elektromos. Hallod? Már elektromos, elektromos ugye a céges autó. Hallod? Már reflexből kerestem. Hol a kuplunk? Hol a váltó? Minden. Mondom, baszki. Megszokás. Elektromos autó, de ahogy is, Citroen Berlingo. Ilyen dobozos. Dobozos Verda. Aha. Fel van Istenről a pár. Mekkora? Hát ugyanakkora, mint egy dízel. Ilyen 4,4 méter hosszú, 2 méter széles, 1,80 magas. Ilyen sima dobozos autó. Akkor nem kicsi. Nem kicsi, csak mondom, ugye két hete vagy hogy? Nem is vezettem egyébként. Csak ugye furcsa volt, hogy hol a kuplunk, hol van a gáz. Izé, ugye fékezésnél ugye magától a villanymotorot szinte tudsz fékezni, meg ilyenek. Ó, hát nekem nagyon furcsa volt két hét dízelezés után, hogy... De az a baj, Gergő, hogyha berosdásodik, ugyanolyan szar marad, mint hogyha... Ja? Hoppá! Hoppáré! 150 pont a Griffendélnek! Öcsém!
Komolyan mondom, lesz itt ilyen Gryffindor számláló, ha ide izé, a bal felső sarokba fel fogjuk pattintani. Kinek van nagyobb beszólása? Kinek van nagyobb beszólása? Na hát azért még... Gatyamadza viszi a pálmát. Hallott, túl öreg, V10. Megtartjuk, hát kell azért a V10. Jeepet, az nem kell, ezt eladjuk 20 000-ért. De amúgy azt hiszed viccelek Attila, de tényleg kibannolnám egy jó 20 perc szöget. Jaj, nem, de. Én... 7-re. Jó. De az a vicc, hogy most Gergénél van moderátor, szóval engem ki tud bannolni? Izé, szerkesztő. Ja? Szerkesztő. Úgy van bájt, hogy mindent lásson. Jó, csak ennyi? Ha? Óóóó. Való. Akkor még jobban beszélni. Ha majd lemegy ez az egész izé. Lemegy ez... Lemegy az egész izé koronatot, azt majd Gergőkével csapjuk majd az autós meg minden videókat. Hát elvileg a nyári projekt az az, hogy hallod, olyan merci videót fogunk összevágni te. Pfú. Érted? Merci. Ez tudja mindenki, hogy hány kiló a YouTube-on. Na akkor elindítom a mercisöt. Jó? Keresünk csapatot. Hallod, csóró, mint a papírzsepi a földön. Di köcsém, milyen beszólások vannak itt. Hallod, gatyamadzok, már lassan 1000 pontnál jár. Figyelj, szerintem, hogyha lesz pénzed, ne vegyél magadnak egy kávét így. 1000 pontból. Hallod, mindjárt kezdünk. Az lesz az első cucc, hogy erről így az lökősről úgy fogom leszedni azt a toldatot, mint a húzatnak kurva rondán néz ki. Kedvezmény a szállítás. Izé, jó. Pacek, azt mondta izé. Jó. Jaj, ne. Ó, baszkit. Akkor inkább már 32. Nem. Az elég nagyon érzésed van, hogy ugye amikor még ugye megkaptam, ugye a cégtől, minden izénél, hogy akkor most rugdosom, meg így, meg úgy nem. Igazából tisztára olyan izé feelinged van, én úgy vezetem, hogy lassan indulok el, meg ilyenek, hagyom begurulni, hogy többet tudjon izé visszatermelni, hogy magától fékezzem, meg ilyenek. Nincs az érzés, hogy rugni akarom neki, vagy valami. Azt sajnos a saját autómmal csinálom. Dinamikusan közlekedek, az nem, az ilyen szép kis lassan, ilyen lájtosan menni kell, csordogász az izével, lazába mész. Hát ilyen öt, inkább azt mondanám most még 50-ig, de. Hogyha minél többet nyomod a gázpedált, annál kisebb lesz a hatótávod, annál hamarabb kell menni tölteni, annál kevesebbet tudsz menni, és mondjuk valahol nem érsz oda. És akkor muszáj megállnod tölteni. Partner Berlingo ugyanaz a kettő, de igazából Berlingo. Úgyhogy nem rossz, egyébként nem rossz. Egyébként ugye mondták is nekem sokan, hogy hát megveszted a dízelt, és akkor rövid távon a részecske szűrő, meg mit tudom én, ezek a hülyeségek. És néha úgy szokott lenni, hogy hazaviszem a céges, és akkor így azzal megyek bevásárolni. Nem kell beindítani a dízelt ilyen 1-2 kilométerre. Van annyi szerencsém. Gergő kiel, külön kiemeljük, kiosztok az 1-8-t. Kristóf, nagyon elhalkultál. Jelen voltam némítva, az nice. Nem, csak hogy hallom, hogy meg se szólalt. Mentem a 100 pontos, nekem pedig... Gergőrek, adtam az ívet pedig.
Annak ne adjál ívet, mert már csak azért se azon fog bekanyarodni. Szerintem magadat is megdicsérheted. Én már megszoktam Gergőket, ez ilyen. Ez egy ilyen műfaj. Ez egy ilyen Gergő. Elfogadod, hogy ő ilyen. És kész. Nem tudsz vele mit tenni, ő ilyen. Hát ő ezt tudja, ezt a szintet képviseli. Stabilan vagyunk a szemponttal vezetünk. Senki ne bassz el. Jossz, vagy csapattársam, miért akarok kicsik, hogy elkezd rám húzni, mikor megelőzzük? Vagy elrontotta. Ó, hogy rohadna meg. Megint. Szerintem. Jó, nem. Stabil. Többbe autózom. Jöre, látod? Látod, mit csinált? Látom. Jó, akkor ezt már szabadulsz, elkapom. Vagy nem tudom elkapni fel. De látod, milyen emberek vannak amúgy. Mert idióta, érted? Mert ott kellett neki izé mutogatni a kis pöcsét, hogy ő ott majd átvágja a kanyart, azt erre meg elbaszta. Az idiótája. De nézd meg most valamiért, most kiestek előlünk, vagy most mi van? Nézd meg. Ó, csejpolj, mizdeltek. Ott van a Merci. Bebugoltak, ez az. Bebugoltak. Hála jó Istennek. Merci vigasztal, hát gondoltam. Mi vigasztal téged? 124-es Merci, abból lesz majd ez a YouTube-on videó. Ilyen vágott videó, vezetős videó, hallod? Baszó a verdő. Hát ő nem nézheti meg. Mondjuk az is igaz. Én majd csak videózni fog. Komoly gép. Hagyod már, akkor lehet meg se nézve. Amúgy videózás, videózás meg fotózás, otthon van a fiú. Komoly, frankó. Én csinálok egy fotót, oké, ő csinál egy fotót, izé azt mondod, hogy izé valami profit csinálta, hogy valami az én fotóm hozzá képest lófasz. Komolyan. Ne. Tudja, ő nagy géppel fotóz egyet, hát nem tudom úgy beállítani meg semmi. Rizét fotózni izével szoktunk, ő a fotózat DSLR-re, meg a Sonyval videózunk majd. Jó van, tartani egy kamerát, még egy majom is tudja. Hát itt nagyon gyűnek a pontok, drága tesóbb, hallod? Szerinted miért futottam ennyire youtuberek? Hát... most megélnék belőle, nagyon adnám. Jó lenne. Én is streamálnék inkább szívem. Kedvenc kocsim, nekem... figyelj, vannak az olyan emberek, akiknek egy kedvenc kocsik van. Vannak az autóbozik, akiknek listájuk van. Na én a listás én vagyok. Én is. Nem tudom, inkább szerintem márkákon belül kéne. Az. Csak az a másik. Fuck yeah, Gergőke. Autóval szar, ami... rossz a váltó, a fékbetét elcsúd. Jörnek. Beírt a Mercedes. Amúgy nekem a Merciből a régi ízi, a 90-es évek környéki Mercik nagyon tetszenek, ami a 2000-es évek környékén volt az nem, meg olyan 2008 környékétől a Mercik. C63, E63, S63, de úgy mondom mindenféle. Hosszú a lista. Most bevállalom azt, hogy most úgy vezettem, mint Gergő. Ez a verseny most nem jött össze. Most meg picit kicsúsztam. Most jöhetnek az oltások, hogy úgy vezetek, mint Gergő. Úgy vezetsz, mint Gergő! De azért kicsit jobban. Úgy vezetsz, mint Gergő.
Na, tetszett? Még a hangsúlyra is figyeltem. Az ez az R32-es izé, 4-es Golfot is adnám. Majd mondjuk így 1.9 PD-vel is azért élném ezt a kocsit. A hanyadik fejem amúgy, Attila? 10. Kicsúsztam, 9. voltam, kicsúsztam az egyik kanyarba, de nagyon. Nagyon megcsúsztam. Nem kell menteketőzni. Nem vagy te Gerd, hogy ment. Bocsánat. Én is szar vagyok. Gergő meg annyira rossz, még rá se fért a táblára. Szomorú igazság, Javi. Hány pont a griften nélnek? Most már nem tudom. Nem számolható. Nem lehet nyilván tartani. Mindjárt nem is lehet erre válaszolni. Ám már fosik. Csávon kivecsúsztál, mennyi. Rám ne húzoztak a kondádot, mert feldugom neked azt a fűnyírót. Hát ezt nem hiszem, mert hallod, másodikból már megnyerjük. Nem azért, ezt így kell. Ennyi. Gyarák. Épp ezért nem játszom, mert nem megy. Óóó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 
hogy saját magát beoltsa, én tudok játszani. Maradok, érted? Maradok az Assettónál, hallod? Akkor most menjek vissza kamionozni, baszki, vagy mit csináljak? Az vagy neked, az sem egy, ja? Picsába. Nem neked. Ezt sem én mondtam. Nem, ezt nem mondjuk Gergőkének. Már most is így is már lelkében izé gázoltál, hallod? Ne rombold le azt a gátat, hallod? Fú. Akkor vége lesz mindennek. Van Lego autója? Van. Audi. Ugyanaz, mint nekem, az S1 Quattro. Amúgy Gergőke hány éves, hogy még nincs egy jogsia? 17 és fél. Most kezdte volna a jogsit. Hát ez szomorú. Amúgy nem vezet rosszul. Mondjuk én nem tudom, hogy hogy vezet, mert soha az életben nem próbált vezetgetni, vagy valami. Nem, nem, soha, soha. Rendőr kérdező, ő még soha nem vezetett autót. Hát miért? Meg lehet mondani, hogy olyan helyen van, érted? Nem, ugyanúgy megcsöszik érte. Ugyanúgy izé megcsöszik érte, hogyha vezeti meg ilyenek. Frankon mondom. Tényleg? Aha. Remélem ezért lesz csak, nem lesz csak a műsz elő. Előttem a csáv az R32-vel kicsúszott. Tegyük ki keresztbe. Pfff, ennyi. Annyi nem volt a lóerő. Nem volt már első kerékkel tripte. Csak ne lássa senki. Lát, a kőkemény. Egy ember. Hogy megpördült a mini? Láttam, mert neki is mentem. Én is neki mentem. Mondom, jobbról kikerülöm. Jobbról kikerülöm, nem sikerült. Mentem volna azon az útvonalon, amerre a Góliáton kell menni. Én is már kanyarodtam volna, nézem is a térképet, mondom, Góliátra megyünk? Nem. Elég furcsa. Neked itt fékezni kell? Nem, hát összkerékkel van. Nem kell fékezni. Miért villogott a fékezni? Mert egy nagyon picit ilyenkor bele kell nyúlni egy nagyon picit. Ja? Nekem full gázzal vettem. Ez mondjuk a valóságban is ilyen egyébként. Ugye picit érzem, hogy már bele kell mondjuk fékezni a kanyarba, így az elején. Akkor a belső éven pedig ráhúztam. Látta. Ja, mindenütt. Bocsavert. Kösz. Megfogott.
Fű, azt gondoltam, hogy behúzza elem. Haj, fanéb. Menjél. Azon vagyok, hát parkettázom itt a gépet. Inkább kimentem mentetni fel neked. Hát te húzhatod volna simán jobbra, hát elmehettél volna mellette. Nem, csak téged nézzelek, hogy te merre mész. Ó, hát most ki nem szarja le, hát úgyis már megnyertük, nem tök mindegy. Hát azért, mind az én ízértem. Az ízért, hogy ne csinálod, mint a Forma 1, vagy a kurva is. Hát de ott a kurva anyjukat, hogy folyamatosan kilöktek, hát bazd meg. Hát a startnál izé elkezdődik úgy, hogy Mercedes nekem jön, kilök a 8. helyről. Hát a kurva anyját. Hát bazd. Hát én a tagyfaszt kaptam. De még a botoknál is. A botoknál is, az édesanyjával járt, ne húzz rám a Ferrari-ra. Hát Ferrari többet ér, mint... Többet ér, mint az egész izé mezőny autója összeadva. Ja, amúgy. A Ferrari kasznia annyiba kerül, mint a Mercedes egész autó. Kompletten. Mindjárt jövök, hozok inni valót. És még veszek be egy ócert a kurvára pályafajon. De azért a BMW-t elkaptam itt a környéken. Iiii, fiam! Hoppá! Hoppáré! Várjál, állj meg, nézzél be a streamben, megmutatom, hogy hogy kaptál a BMW-t. Ezt meg kell mutatnom, hogy mondjad, hogyha izé készen állsz. Nézed? Úgy tudom, hogy kaptál a BMW-t, érted? Így ment előtte, hogy mutatom a McLaren Sennával, hogy legyen mindenkinek vizuális típus, hogy BMW-m nincsen, de mondjuk ezt egy BMW-nek tesszük fel, és akkor Gergőké így jött, és akkor így Rednár! Na valahogy így volt az a kúpolás, meg még valahogy így keresztbe is pattintotta szerintem ott a gépet, érted így körül a BMW-nél, és akkor így ennyi volt, hogy Gergőke, Redna! Ennyi volt, hallod? Nem. Hát attól fog milyen BMW-t, érted? Ez az összeset. A gyárat, öcsém, a gyárat kúpolta meg! Hát de várjál, de a gyár egy helyben meg nem, semmilyen kilométer per órával nem halad. Ő akkor is megkúpolta, jó? Mondom, ennyi volt, Redna, kis Audi, Redna, az kész! Érted? Jó. Mindjárt jövök, az idő van ott. Jó van, én is. Azért a BMW-t elkaptam. Áj, de azért a BMW-t elkaptam, mekkora.
fülöcsém a Mercivel, meg minden. 2550, 2050 százalék teljesítve. Megvan a McLaren. Nekem is. Nekem a Merc az fel van tuningolva egyébként, meg kicsit optimalizáltam is gyorsulásba, úgyhogy nekem, elég nekem, jól. Nekem, nekem, most vettem észre, hogy nekem, nekem ezen kívül is volt egy. Én is még össze, hogy mikor szereztem meg. Nem rossz egyébként, tetszik a műszerfal, az nagyon tetszik, az nagyon el van találva. Szétadom, hogy idehoztam az innen való dekkort, hogy nem ittam. Az jó, az jó, az sokat segít. Tavasz 50% teljesítve. Neked hogy van teljesítve? Oh. Kőnézzek, van feloldva. 2050% sorozat teljesítve. McLaren neked 600 LT. Hoppá. Hoppáré! Tudjad, hogy hány kiló vagy, jó? Köszi. Már ezért ennyi a küldikből nyomos. Küldikből ennyi. Küldikből ennyi. Miért nem tudsz jönni Gergőkkel, legalább randizni, gyere már. Nem fog jönni. Na most, most szépen kérem. Na Gergőkkel, most komolyan miért nem jössz amúgy? Amúgy a McLaren 600 LT kupé nekem már megvan. Na mindegy. Na mindegy. Mindegy. Az, amit lehet nekem is megvan. Megnézem most. Na mindegy. Mindent azért nem lehet előre kiszámolni. Az a baj, hogy a mikrofon tartom nem tud úgy megállni. Így. Akkor Gergő, kérlek, csinálunk egy hátra, egy olyan streamet, hogy élvezzét a streamer dolgokat. Jó, nem volt el, Gergő. Mit csinálsz? Driftelgetsz vele, vagy mi? Nem, tessék. Ó, baszki, csak nem áll meg így nagyon. Nem látszik. Nyilván. Csak szart nem lát, csak szart nem lát vízéből. Anyád. Ide beteszem így oldalra. Így. És akkor... Nem izé, nem nyomja a lángokat. Baszki, még feljebb, még feljebb. Hát, ezt nem fogom tudni. A régi mikrofonnal simán rá tudtam tenni ezeket a legókat, amikor kijött a legós DLC. És úgy streameltem, hogy ezek a legókocsik rajta voltak. Én ezt szétadtam volna, figyeld, hogy figyeld, hol van nekem a kipufogó. Várjál. Jó, ott középen, ha? És ne, azt hittem, jönni fog belőle ki alá, izé. Ó, de jön! Hagyjad már magad! Ebből is kijön, pedig ez csak 4 liter V8 biturbo. Hát de nem ahhoz, hanem hogy nézd, hogy hol jön ki nekem azt. Hát mert az befúj diffúzor egyébként, ja. Szaknyelven. Szétadom. Miért beszélsz ilyen szakszerűen? Hát mert befúj diffúzor. Hát a Red Bull ezzel nyert 10 éveken keresztül. Valamit csináljam azzal a szarral, hogy nem megy. Nem megy. Nem megy. Bárják már meg, hogyha nem megy az autó. Nem megy. Pedig ez autó. Még a lassú C63. Jó, hát elindulni nem tudok vele hátsó kerékkel. Enyém is hátsó kerékes. Látom, sikerült. Látom, sikerült. Gyere ide a parkolóba, gyere ide a parkolóba. 500-as perci az utcán gurulunk. Láncos zsírni a név. Nem igaz, ez nem az az a zene. Volkswagen. Volkswagen, bum bum. Nem parkolunk le. Kicsit összesorozzuk már itt a Mercit. Legyen már tiszta. Hozza a BMW-t. Hogy hozta egy BMW-t a gyerek? Hova? Nem tudom miért azt egy a BMW. Ez F10-es, F10-es, 4.4 V8, Twin Turbo, hátsó kerék, nem rossz. Hittem olyanokat elmondtál róla, amik a gyerek életében nem fog tudni. Az még csak hátsó kerekes. Túl gyors vagy, vannak problémák. Vannak problémák. Csináld a csavarást.
Fú, milyen csavarás nyomok én neki. De én most a vásol, miért nem jön amúgy? Amen, késő van. Anyu már elküldt aludni. Ilyen ez. Anyu azt mondja, azt alvásod, akkor alvás van, ennyi. Anyu azt mondja, hozz ki a szerint, hozz ki a sörbe, akkor kihozom neki. Itt van egy csodálatos Subaru. Várd meg. Helyen meg szabarok. Ez az, amikor ebben a gyári motor van fel. Tuningolgatva. Én is kellett hozzak most, amivel a gyári motor van felgumva. Pillanat, meg kell keresni. Megjött. Hoppári, hoppári. Mi az a szárny? Mi az a szárny? Mi az a szárny? Úristen. Rossz autót hoztam ki. Úristen. Ez rossz autó volt. Rémálmok. Az, azzal a szárnyal, mint valami homositából szabadult Toningre. Racsegél. Meg a vises leddel, az kész. Kész van a racsegél. Ja, hozom azt, amit tapertem. Ja, ízét a kicsit? Tépítette? Azt, amit építettem, arra a rallyra emlékszem. Az kurva jól ment. Hallgass, mi hallgassuk, hogy szív vissza a turbó. Hallgass. Turbót. Várjál. Ugyanaz a motor egyébként mind a kettőbe. Csak ez már 300 lóra van gyárilag felhúzva. Na, ezért adom neki. Nem komoly. És azt tuningoltad egyáltalán? Csak a gyári motor van tuningolva. A másik, amivel mentem majdnem 400-zal, abban meg a 4 literes boxer 6-os van. Ebben a 2 is feles boxer 4-es, a gyári motorja van tuningolva. Meg annyi, hogy ezen a gyári kipufogó van. Azért van ilyen szép hangja az enyémnek. Nem mondom, hogy az enyémnek nem szép, nincs olyan szép hangja. Nem annyira öblös a hangja, ma a sportrendszer nagyon sokat levesz. Ja. Yeah. De Fuzsa rallizni. Jó, de elkapta a film. Két koszos izé, esté. Ott vagy hagyva, ott hagytalak, hello. Ja, nagyon, nagyon durván megy. Jó, enyém lehet könnyebb azért, ez biztos, hogy könnyebb. Hát szevasz. Tudod, fékezni úgy is. Hát kanyarodni is kell néha. Jaj, nem BMW-vel vagyunk, hogy fékezni úgy is. Tényleg. Ugrassunk. Ugratok. Jó. Kiugrat többet. 303 méter. 308. Na, 5 méterrel több. Ismerem én azért a város. Hoppári, hoppári! Micsoda kerülő utak. Azért meglepődtem, hogy jöttem. Mondom, balról jön egy Subaru, mi van? Jaj. Ismerem én azért a helyeket. Ó, minek? Baszd! Hallod itt a sárba? Figyeld már! Azt figyeld! Figyeld már sárba! Ja, látom, ezért merüliftem. Megcsapdosom itt a sárba. Paraszt legények. Nótrágya, jön. Hoppári, 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 nagyon megy. Ezt nem is... Körben. Ezt nem is tudtam, Fitzel hogy ez körben. Ilyen. Na, menjünk. Itt te. Lázom, nem tudok körbe diktálni. De...
Jó, menjünk tovább, nem? Nem mehetünk. Hát ez, ez nagyon adom. Nem jelölöd be az illásért, és akkor oda megyünk? Hát igazából itt kell, mi végig menne a parton. Hát akkor jó. Bejelöltem. Rocsé. Áthúztuk részbe. Tök jó rally kerekekkel, ezért simán aszfalton. Nekem versenyiző van rajta. Ja. Nekem téli, a téli még átvált rallyra szóval. Nem, nincs rajta rally. Sima van rajta. Ó. Mi a körbe mész? Ja. Te mész körbe. Nekem ezt írta, ez rövidebb az ézért talán. Kiér oda hamarabb. Nézd újra, nyomom neki. Hány kilométer még neked? 2,3. 1,2. Azt a kurva. Nem mondom, én levágom viszont az egészet. Ne, neki a... Alacsony közvetítési sebesség, te lenyertél. Neki izomból, ahogy itt hagytam a táblát, jól van, verseny a lényeg. Na, nem megyünk neki a fának, mert ügyesek vagyunk. Itt vagyok, ez ott. Múltkor is szorosabb volt, emlékszel? Jó, hát de most kaptam alacsony közvetítést, szerintem akkor szorosabb lett volna, de akkor is te nyertél volna. Jajjaj, te emlékszel múltkor milyen szoros volt, hogy... Akkor neked rally gumik vannak rajta? Ha. Hát cseréljem rally gumira? Aha. Hát ugye azért lassacska egy kicsit, nem majd mindjárt kiderül. Csak simán elkaptam a Gergői szindrómat. Nálam kék az autóm, nálam feketére van fest. Az jó, én kéknek látom. Az nice, nálam feketére van fest. Forza szerverek, Microsoft, na most nem tudom, mi vagy meglepődve. Nem értem, mit... Billen vagyok meglepődve. Hívd fel telefonon, azt annyi. Mogsem. Megvan a száma, nem? Hát küldjem. Van rá emberem, nyugi. Én rally. Ilyen izé emberekkel nem beszélek ki, amíg... Töltsem ebbe fele? Szétadom, hogyha ráállok egy szuperautóra a téli gumit, utána pedig majd izé rally gumival mész vele versenyt. Ja, én is adok el. Elfelejted. Úgy vágod, amikor ott átáldok. Elment mellettünk egy autó, majd én is váltottam eléd, és háromszor váltott szint. Igen, ezt én is összehettem, hogy váltogat szint valamiért, nem tudom, nem jó. Könnyebb ezt a rallygumit csúsztatni. Egy kézzel irányítom, te eltalálkozom, király vagyok. Fenében, mikor a... Hogy kikerült a fiú. Hoppári, azért tudjad, hogy hány kiló vagy, jó? Kóp, saját konvoj, egyedi esemény. Ez nem a szép volt, visz nélkül mondom, most olyan tavasz. Szép kikerültél. Tavasz délután. Ez komoly. Hát ez, figyelj, tudás érted. Most komoly tudás, a tudás mindig. Érted? Tudás érted. Subaru, Vierix, esti, ennyi. Minden Gergők jön, az beírja a fasságait, figyeld meg. Mi fasság? Mindjárt Gergő kirogatja a hülyeségét, figyeld meg. 10 perce hát... nem írt a chatra azért, ez ritka pillanat. Na, én is néztem, hogy 10 perc milyen fenne. Lehet, hogy annyi rászott, hogy most nem kéne annyit irogatni. Percenként két szót írt le, Jami. Megvan szabva. Lehet, hogy most nagyon-nagyon hosszú szövegre készül, érted? Lehet. Lehet, hogy regényt ír be a chatre.
Baszki, nem kapcsoltam be az AI-t. Na mindegy, a következő bekapcsolom az AI-t is. Nem kell AI-t. Vagy várjál, az bent van. Akkor bent van az AI is. Húzzunk előadók gyorsan. Jó van, akkor a következőben bekapcsolom, hogy nem lesz AI. Látod, nekem csak 85-ös, nem 83-as a Verda. A következőben meg csak megcsinálom úgy, hogy csak mi. BMW. M3 GTS. Lamborghini. Lamborghini. Meg a Monaco, meg a King Cobra. King Cobra-kkal jönnek az AI-k még ilyenek. Hát izire állítottam be, hogy bármilyen osztállyal jöhetnek. Ó, ráugrottam ez a tejére. Láttam? Láttam, és úgy dobott le. Attól, hogy izé van kóp van, attól még belső PvP-nek, ugye? Micsoda? Attól még, hogy kóp van belső PvP-nek. Persze. Simán. Kövi körbe felhúzhatnak kicsit, jamon az autó szerintem. Következő körbe kihozom a Boxer 6-ost, azt ott csak pislogsz, úgy megy. Moksa? Ez csak... Hát, ez csak... Máskom. Ez első. Jó van. Mert ez a gyári motor tuninggal. Ez enyém is gyári motor. Optimalizálva. Hát annyira igazából sok minden nem lehetett rajta optimizálni a váltóba, meg diffibe, meg keréknyomásba, meg ilyenek. Maximumot ki tudtam belőle csikarni, az kész. Azt ennyi. Az a vissza, hogy már csak a rally miatt jövő Forza-ez. Ezt vágott. Meg talán a Gúliát. Hát a izi, a szokásos megszerezhető autók is igazából. A lényeg az ennyi. Én azért szoktam érni, hogy azért rallizunk, úgyis meg Gúliázzunk, hogyha arról van szó. Hát hogyha nagyon rallizni akarsz, vedd meg a Dirt Rally 2.0-át, vagy a WRC 7-8-at. Hát itt az igazi a rally nekem. Érted? Forzában el lett találva eléggé. Csak az a basa, a rally nagy része ide aszfalton megy, érted? Az mondjuk az nem tetszik. Nem hiszem azt, nem lehet megoldani azt, hogy... Hogy átmenjél az erdőbe, vagy egy külön útvonalat csináljanak. Csak lusták voltak ne, hozzá. Ne erdőben, csak hogy érted. Hát de erdőbe is a rally is, a valóságban is erdőbe megy. Hát jó van, de nem úgy értem, hogy off-road, hanem simán, ha képített utak, erdőbe is vannak olyan utak, szóval. Ez a rész, a rallyban nincs ilyen... Ilyen hosszú rész, ami bizony van. Nincsen. Rally kerék, ja. Oda kell figyelni. Hát az levettem azt a kanyart eléggé. Hát mert rúgni kell neki. Az szép volt. Ez volt a cél. Na mi ez? Becsapódás. Az meg volt, hogy látta. Vissza akartam nézni, pedig még streambe is. Jézusom, mi ez? Kokáli, megközes! Azt hittem, hogy azonnal visszaelőztem. Ugyanúgy, csak... Ezt most nem tudtam bevenni normálisan, és ezt akarja. Direkt, nem tetszik az új taktika, direkt ott tartom, hogy ne tudjál bejönni velem, ne legyél olyan hülye. Jaj, szélem. Mi a lófasz? Mi ez? Milyen sebességgel jössz te mögötte? Van éve. Megvan. Hát ez nem sikerült. Hát
Hát hiszem, az volt a baj. Jaj. Nem már, most végighúzom a falon is. Szétadom, hogy itt meg ilyen poros. Ott fenn meg ilyen műzés. Ja, ez kavicsos, nem? Vagy homok? Hát ilyen... Homok inkább, homok kavicsos. Milyen kell morva, azt mondaná. Aha. Mit lesz most lesz én? Hát visszahozod azért. De még nem nehéz visszahozni, 50%-nál tartunk. Full gázom. Én utána látom. De utána eltaláltam. Megint. Már megint. Na most én. Most láttam, büszke is vagyok rád. Te meg pont azt hagytad ki. Aha. Összehozzuk, mi ez? Nem akarsz egyet fékezni? Nem. Nem. Úgyis visszahozod erősebb a kocsid. Gyorsabb, mint az enyém. De enyém nem annyira kanyarodik, mint a tiéd. Hát nem annyira kanyarodik, de egyenesben meg buzé kurvára megkúpolja. Hát de az vagy aszfalton még rosszabb, mint a tiéd. Hát aszfalton nem, aszfalton sokkal gyorsabb még a tiéd. Az enyémnek mondom, csak múlván van esélye. Nem, nekem pont fordítva érzem. Tessék, drifteltem egyet, na. Te mindenki... Látom, mondtad. Látom, te is! Te is drifteltél! Szomorú neki, a izé palánknak az megy tovább. Ez igen. Látod, ez egy elézékelet, te bukókeret előre, érted? Új taktika miatt. Új taktika, érted? Fékezni nem kell, csak neki mész a palánknak, azt mész tovább. De gumiból építek a következő autót, és akkor vissza... Ja, izé, használt izé abron, csak akkor körbe pakolod a lököst elő hátul, maga az oldalát. Következőre én építek egy lehetetlen rally autót mindjárt. Na, neki meg lesz a palánk? Meg. Ezt a fiút, érted? Forzába kanyarodni, de hogy a palánk? Hát érted, ennyi. Nem kell ezzel baszakodni, palánknak neki mész, az ott vagy. Ez olyan taktika, amit Gergő nem tud használni, még ahhoz is rossz. Az biztos. Ez a taktika akkor jó, hogyha közel vagyok hozzá, és anyja be tudna kapni ezzel. Akkor igen. Meglepődsz eléggé. Mondom, jó, meglepődtem az elején, hogy... Hát a... izé, a Zai az most kapja a kúpot, nagyon. Én tudom, hogy már kb. 30% óta őzén vagyunk. Olyan jó, amikor izé váltásnál egy visszadurrok. És ismerem a pályát télen, vagy nézzén tavasszal. Tiszta más. Nem akarod izgalmasabbá tenni a versenyt? Hát izgalmas a verseny. Nekem nem. Olyan éveken autózok te rallygumival. A múltkor ezért tudtok akkor megvenni, nekem ezzel nem volt rallygumi. Nekem versenygumi volt rajta.
Nem múltkor azért jobban ment nekem is, érted? De ezt a szoborút igazából megeszi a tiéd is, meg a Robikának is a tuning volt izéje. Cucca. Múltkor izgalmasabb volt. Jó volt ez. Na, mondom, na, most kihozom izét a Boxer 6-os, csak teszek rá egy izét. Ott vártál ennyi ideig? Aha. Épp, hogy begurultam. Csak izgalmas legyen. Itt mit rakol rá? Izzel a másikra egy rally gumit, azt mehetünk. Oksa, de az milyen szintű? S2. Elköbö. S2. Mindjárt mondom neked. Jó, kaptam egy BMW M5-ös 2009. De jó, én kaptam 15 000-et, az csá. M5-ös 2009-es, hát akkor az az E60-as, a V10-es, nem? Hát nem tudom, szerintem nem figyeltem. Mondja a szoború végét. Ja, mindjárt mondom. Te megyek a garázsba. Tudom majd, hogy oda megyek. Gyorsítozok majd egyet. Nem mondom, várjál. Tudom, ja, nem nincs mellett, mellett egy ház. Hát oda megyek. Hát nem mellett adó teljesen egy ház. Nem mondom neked. Napraforgós hétét begorulunk a bubaróval. A 2011-es lesz amúgy, hogy melyikre gondoltál? 2015-öst hozom. Az a kedvencem. Oh. 9-13! Nekem is 9-13 a 2011-es. Na, hát akkor... De neked rosszabb lesz, mert akkor rád rallit. De hogy lesz rosszabb? Csak jobb lesz neki. Rosszabb lesz, mert pont a rosszabb lesz. Látom, hogy ez van. Ó, de... várja, lehet, nekem is izé van rajt. 900, pont S1 900, pont. Kerek. Várja. Jó van. Ó, várja, én is izé élek, megnézem, hogy milyen izé van rajta. Lóerőt, megmondod meg az ilyeneket? Most nem tudom. Most. Most vettem egy M4-es BMW-t, kíváncsiságból megpróbálom feltuningolni rallyra. Most nézem, közben streamben én is látom. Megnézzük, mit tudunk kihozni a gyári motorból, nem akarok benne motort cserélni. Hát ezt nagyon adom ebbe a színbe. Ja. Fejlesztés, egyedi fejlesztés. Kezdjük hátulról. Nem, nem teszünk bele se V8-ot, se V10-et. Csak a gyöszkereket. Ijjjj, a Liberty voltnak. Milyen izéje van. Kiszélesítése, de nekünk az nem kell. Nem mert az jönni a rallyra. Simán kiviszem. Kiputhatjuk gyárinak. Utána meg kivisszük a Subaru-t. Figyeld meg, az olyat fog menni, olyat fog lépni a gép. Mindenből racse. Nem az a gyári motor volt benne.
Kinek? Nekem. Megnézem, mennyire lehet húzni az üzével így simán. Hát így elég gyenge, szóval visszarakom a V8-at bele, mert... gyenge. S2-905, úgyhogy annyival nem jobb, mint a szoború, nem erősebb, pedig csak egy ári motor van tanigolva. Áramütel sorhat. Nézzünk rá valami szép izét, fóliát, mert szép ez az aranyszín is, de hát van valami szép dizájn. Valami... nem is kombinált turbót. Valami... Ammastitch, de csak alap. Valami M. M paket valami. Hát csak ilyen rodlaszarok vannak. Jó. Hát egy kicsit a váltón. Keréknyomáson, ilyeneken. Hú, tudok pörgetni. Ezt akkor meg ki is maxolom pontokba. Valahogy pörgettem egy helyeketet. Hát az kell. 41 millióból. Jó, megy keresztbe, egyébként csak annyi. 908-as alá húztam be az autót akkor. Na, 905 a BMW. M4 Rally Edition! Érted? Figyelj, meg meglátja a BMW-t, utána néni fog e-mailt, hogy ezt milyen beállításokat használsz? Figyeld meg. Nem tudom, hogy ne venném Gergőt, így a moderátort. Elment a streamről, milyen emberű? Nem? Ez a másik. Zé. Rallinál milyen keréknyomása ideális? Én 3 bárra szoktam mindig tenni, az nekem az vált be. Berakom egy 2-1-esre, meg 2... vagy 1-9, oké, 1-9. Végsebesség nem kell, inkább a gyorsulás. És van egy 360-as izéje. Állítok rajta. Mi van? Majd meglátod. Ja, de nekem el... 5000-et pörgetem, hát ez kurva jó. Na merre vagy? Lát, mi keresek el festés? Remélem találok rá egy olyan festés, de az a baj, hogy szerintem nem fogok. Rákerestem egy festésfajtára, és nem adta ki az autó fenébe. Ja, a Model Pickerre választani, hogy egy butoly. Jelenlegi kocsim, igen. Durván néz ki, hanem nagyon durván néz ki az, hogy így meg van emelve.
Tuskerig azért ez nincs ok, mint egy Subaru. Hát nem találtam olyat, amit kerestem. Festés. Milyen festés kerestő? Nincs olyan festés, amire tudtak takadni egy logót, igaz? Nincs. Pedig tökre adtam volna egy Ferrari-s logót. Ferrari-s logó. Tényleg adtam volna. Tetszik. Nekem adott ez a festés is tetszik. Mindjárt lemegyek, oké? Megnézed? Meg. Hol vagy? Ja, ott vagy fent. Akkor felmegyek én is. Fölöttem találkozom. Megyek. Volt vagy lent? Ne. Figyeld, milyen magas vagyok. Na figyeld, várj, menjünk egymás mellé. Traktor milyen magas. Melyik megálltam? Mit? Azt hittem, ide jössz. Ja. Hát ez nagyon alacsony. Még a gátlukon is sajtottam, hogy kicsit tízi lágyobb legyen tompítása. Ó, várja, az ennyi lehet versenyem van. Na akkor utazzunk el oda, nem? Akkor elutazok és akkor úgy elindítom. Soha nem kell baszakodni, és csak kettőnket teszem, és akkor a következőben meg választunk még egy kocsit, amit feltaningolunk. Nem tudom, mi legyen a következő kocsi, amit így feltaningoljak. Tudi BMW-vel akarsz jönni? Nem tudom, szeretem a BMW-ket, és megkedveltem egy-kettőt. Nem mondom azt, hogy BMW buzi vagyok, vagy valami. Nem azt mondom, hogy az a baj van, hogy BMW-ket szereted. Csak hogy te rallyra akarsz hozni egy BMW-t. Hát ezt amúgy basszarsz, a Dirtoli 2.0-ban van M2-es BMW, bazd meg rallyba, hátsó kerékkel, és kurva állatul megy. Bizonyám. Jó, nem egy Quattro, vagy nem egy Fabia R5 szint. Amúgy tudod, mi a durva? Benne van úgy a Fabia R5. Majd keressél rá. A Fabia R5 az a VRC 2 verseny, ez egyébként, meg ilyen amatőr rallikban, meg ilyenekben meg lehet venni rendesen a Skodától 60 millióért. A versenytechnikát. Olyan szinten a Fabia az R5-ös kategóriában abszolút bajnak, hogy 5 vagy 6 éve jött ki a kocsi ott a ralliba, és nem tudják legyőzni. Annyira jó a kocsi. 6 éve. Aha. Hát valami 4 éven keresztül zsinórba a Skoda VRC 2-be gyári csapatként győzött folyamatosan. VRC 2-be. Olyan, mint tudod, mint van a Forma 1, meg a Forma 2. Van a VRC-be, és van a sima VRC. Bro, can you try the 39-emet? No. Az nem most lesz. Izé, csávó kérdezte, hogy M5-öt kipróbál az E39-et, azt nem. Nekem annyira az nem pálya. Bye. Don't like. M4 Rally Edition. Bye Takás Motorsport. M4-gyel. M4-e, hogy... Mert könnyebb a súly, mint az M5-nek. Csak sorhat hajtja, nem annyira nehéz. Hagyjad, már le fogja izélni a szuborút. Azért az csúnya lenne. Ezt te is nagyon jól tudod, hogy azért csúnya lenne. Jó van. Az a baj, hogy mielőtt megkezdett, hogy miért megyek itt, mint gólyofos a levegő, azért, mert nem tudod így kitenni a popsiját egyébben, mint a Subaru-nak.
sebességbe te jobb, hogy nem úgy vettem észre. Hát ez, ilyen ez a sorhat, akkor van pluszba egy hengered. Vagy van pluszba két hengered. Ilyen az a... Ilyen az... Láttad? Mondom, óvatosba beveszem, mondom, hát ha. Már megint a Kristóf taktika van? Nem. Nem, most csak live-on visszadéztem, hogy mit csináltam. És akkor azért... Kristóf taktika. Ez igen, ez taktika. Ja. Na kiderül, hogy jól állítottam be a gátlókat. Fasza. Nem esik szét az autó. Nem, pont úgy tudok átugratni. Esküszöm, ezt nem én irányítottam ezt az ugratást. Persze, nem én irányítottam ezt az ugratást, hogyne. Én meg titokban izé vagyok, bábszínházas. Ki tudja. Mi a fene, hogy nem vettem, de ezt hogy átfel más. Látom, most már te teleped, tereped. Teleped? Tereped. Teleped? Kimondtam normálisan, jó? Na, nem semmi. Közben kis rátatatá van. Ilyen ez a Rally Edition. Azért ezt te se gondoltad volna, hogy ez így megy. Nem. Azt hittem, hogy első kanyarban azt mondom, nem játszok. Várjál, alacsony közvetítés. Fenében, most pedig bézre akartam menni Kristóf taktikával. Hogy elhúztál mellettem egy most te? Meg is álltam, azt hittem, hogy most nem tudsz annyira gyorsan jönni. Hát ez elindul, elindul. Ilyen ez a sorhat. Nem kérdez. És most biztos belém jön. Tudtam. Tudtam. Mondom, hát ha megpróbálom kihúzni ívre, nem. Izinél valamit majd a váltásnál kell tenni, mert pont picit hamar fogynak el a fokozatok. Lumia szépen megkaptál. Te mentél mélyebben, mi? Aha. Nem tudtam kimenni a szélére, láttam, hogy ott jössz. Baszki, felborulok? Felborultam. Két kelékre álltam. Csak van idős. Kicsit megvállak. Menjen. Most már menjen, visszajöttem. Négy amúgy nem igazi, hogyha nem jön, nem jön utána a M4. Rally Edition? M4E, így jó? Ez lesz izének a neve, öcsön, komolyan mondom, a mai streamnek. Megszerkeztem az a borítóképet. Lefulladt az M4, vagy mi van már? Nem tudok, nem tud úgy kanyarodni ebbe, hiába beláltasztod az oszkerekat, az nem olyan oszkerék lesz, mint a Subaru-ba. Baszki. Mindjárt megkúpad, az a vicc. Mindjárt jön is megkúpad. Hú, mennyire közel jött meg. Tulcsa. Kristóf taktika. Ha akarod, akkor te is használhatod. Hm? Nem kell, annyira nekem nem tud segíteni. Utána nekem nehéz a kigyorsítás. Nagyon keresztbe áll a kigyorsítása. Lifit most betettem olyan 60% környékére. És szerintem majd azon is állítani kell. Tudod, mi fog érdekelni engem a legvége? Az a baj, hogy a Subaru-val ott befűzöd ívre. Ezzel nem tudod. Az ív feléig megcsinálja magát, duzzogva, de utána valamiért elkezd a másik irányba kitörni. Lehet a gátom, vagy nem tudom mit kell állítani. Vagy jobban a diffén, hogy összezárjon. Annyira rád akartam húzni. Láttam, direkt arrébb mentem. Nem baszol ki velem. Igen, mert engedtelek, tudod.
Tactics. Fuck. Lövékeztél. Gondoltam. Mi történt? Utánazunk? Nem gondoltam, én mondom, becsapom keresztbe ebbe a kanyarba, csak pont a popsia odaért. Fenébe. Neki mentem volna a fának, inkább neki csaptam a izének. Volna. Most nem jó, hogyha elhúznám, akkor... Ne izgulj, teszek róla, hogy ne húzzak el! Azon, én is újra tudom el, mint te. Nem már elvettem, fuck. Most jön a pálya vége. Tudom. Mondom, hogy biztos, hogy be fogod hozni. Ezzel nem lehet izé olyan szép íven végigfűzni a könyökat, mint a szoborúval. Nem lehet felkapcsolni a motor switch-re, ja mit? Ja, picsában, most csak izébe van, most csak echo-ba. Echo módban van, bocs. Echo próba. Nem lehet felkapcsolni maxra, vágod, hogy... Ja, várjál, mindjárt bekapcsolom még a másik három hengerben, mert most csak három hengeres ezen módban megy. Ja bocs, meg kéne kapcsolnom az ilyen kerekeket. Pedig csak gurultak. Csimán gurultak, nem volt benni nyomaték, csak lejtő lefelé akkor. Az, hogy szégy mennyered. Ez itt baj. Gázzal játszani kell. Nem úgy, mint a szuborúnál, hogy ráállok a gázra és akkor kész. Nagyon sokat kell vele játszani. Na ne, húztál az ilyen aszfaltos pályám. Itt megmondom, hidd el, hogy a kanyarokban ideig dolgozok rajta, hogy jó legyen. Kigyorsítás, ne csúszok teljesen keresztbe. De nem kézifék, nem kézifék. Csináld már meg azt, mint amit előbb. Oké. Okay. Szemem előtt gurulj be a célbe, nem menjek be előtt egy csapatba. Picsába. Pont beért a segge. Pedig még négyen még erősebb is ízi a szoború. Hát de az nem biztos. Köszönöm szépen a tapsot, köszönöm szépen az NA Rally Edition bizonyított, kész. BMW-nek jó pénzre, elmondom, hogy kell beállítani. Nem tudom, hány dolog törhetett volna a valóságban a BMW-ben ennyi dolog. Semmi, érted? M4-et ki... Bemennék a ízi, az BMW-hez, tessék ki, tapsz. Mire szeretnél használni az M4-et? Rallizni. What? What? Akkor néznének szerintem ott össze. Tudják, nem az... Egy ilyen rally szimulátor game-ben már kipróbáltam és elég jó volt rally. Már 5000 ponton van a chatidon. Mikor lehet ipet venni, Jami? Micsoda? Modit. Modit venni. Az soha. Miért nem vehetek modit? Csak VIP-t lehet majd venni 250 ezernél. Ott beszéltük Gergőkkel. 250 ezer! 250 ezer! Hagyjál, nekem van 5000. Hát azért, mindenkinek legyen nehéz. Ne kapja meg mindenki. Jó, mondom, tényleg én modi leszek, mert ezért Gergőkét. Ennyi. Nekem minek VIP-i a csöves VIP-ek. Az a visz nekem lehet venni elég volt. Te hogy állsz vele? Jó van, nekem is. Na jó van, akkor lelövöm a színbe.
Köszönjük a megtekintést, csá csá! Csá csá!